most hívő lélekkel megadjuk az ember hamvainak a vég tisztességet. Bizalommal kérjük Istent, hogy halottunkat, akinek hamvait most eltemetjük, erőben támassza fel majd szentjei között, és állítsa őt megdicsérült hívei sorába. Miután megszabadult a haláltól, és elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon neki az ítélet napján. Vegye vállára őt a jó pásztor, hogy élvezhesse az el nem múló boldogságot, és a szentek társaságát az örökké valóság királyának kíséretében. Ez a szentelt víz most emlékeztessen bennünket keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, halálával és föltámadásával megváltott minket. Jöjjetek segítségül Isten szentjei, siessetek Urunk angyalai, fogadjátok az ő lelki, s vigyétek a fölséges szín elé. Fogad magadhoz Krisztus, ki meghívtad őt, és ti angyalok vezessétek a mennyország örömével. Fogadjátok az ő lelkét, s vigyétek a fölséges szín elé. Érette úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, irgalmadba és kegyelmedbe ajánljuk elhunyt testvérünk lelkét, hogy a világnak meghalva most már neked éljen. Emberi gyarlóságait, gyengeségeit, irgalmas szeretetedben töröld el jóságosan. Hitéért, szeretetéért, jó tetteiért vezesd be őt a mennyek országába. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Tisztelettel felkérem Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendezőt, a Nemzet Művészét, a Magyar Művészeti Akadémia alelnökét, tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelt gyászoló gyülekezet, kedves barátok, kollégák! A Tóth János Janót én a saját halottamnak tekintem. Miért? Azért, mert anélkül, hogy tudott volna róla, tanárom és mesterem volt, mint a igazodás az élethez, a szakmai élethez éppen úgy, mint a magatartásbeli, gondolkodásbeli tennivalókhoz. Az életrajzát viszonylag későn ismertem, meg nem az befolyásolt engem, hanem ahogy a filmről gondolkozott, ahogy a filmeket készítette. És a nagyon érdekes volt és tanulságos a számomra, ami sok mindent megmagyaráz, hogy mitől lett Makárolynak az utolsó, pontosabban az utolsó filmrendezője, neki Makároly volt, és hogy lett ő egy állandónak mondható operatőre, és ketten együtt milyen remek műveket tudtak megvalósítani. Ez nyilván a moziban gyökerező ifjúságuk, gyerekkoruk található, mint magyarázat. És érdekes módon ez az ember, ezt viszont már ismertem, anélkül, hogy erről a tudnivalóról tudtam volna korábban, elkanyarodott, pontosabban egy olyan egyenes utat vágott magának a filmhez való viszonyulásában, ami eltér attól, ami közismert. Ugye nem a sztori a fontos neki, nem a hollywoodi irányzék,
elég korán adott példát is, nyilatkozott is róla. Azt hiszem, hogy a Csalakárlónak adott interjújában hangzik el az a Lumière idézet, hogy Lumière azt mondta 1930-ban, hogyha tudta volna, hogy ez lesz a filmművészetből, akkor nem találta volna föl. Ez illik is, hogy humorérzék is van ebben a idézetben, hiszen amit a tiszteletbe atya mondott valóban, ez az ember, akinek nem volt könnyű élete, képes volt humorral látni az utolsó percekig a világot. Nekem van egy párhuzamom ehhez az animációból, amit azért találok fontosnak kiemelni, mert nem ismert és nem köztudott legalábbis, hogy milyen jelentős szerepet játszott az animáció történetében. Egy bizonyos Winsor McCay, aki az amerikai animáció atya, nyugodtan mondhatom, atya volt, azt mondta 1934-es halála előtt, jóval korábban mondta, mint Lumière, hogy ha tudtam volna, hogy ilyen biznisz lesz ebből a művészetből, akkor nem mentem volna erre a pályára. Lényegében ugyanazt mondja el egy ember, aki az animációban meglátja mindazt nagyon fiatal korában, amit meglátott Janó is, amikor nem érezte magát otthon igazán a nagyfilmek világában. Az animációval való kapcsolatához is egy érdekes apróság emlékeztetett engem most már koromban. Újra néztem a YouTube-on a Capriccio című filmjét, és felfedeztem benne, hogy nem csak Huszárik Zoli volt rajzfilmes korában, egy bizonyos életszakaszban, ugye dolgozott a egyik ismert korai magyar rajzfilmben, a Két borsok röcskében, rendszeres látogatója volt a Pannoniának abban a filmben, és amikor én már ott páros rajzoluskodtam, hogy a ottan munkatársak között az operatőr mellett ott van két név, Foki Ottóé és Kós Iváné, a bábos Kós Iváné. Ez a két bábos művész valamilyen módon helyett talán egy Huszárik filmben, egy olyan filmben, aminek meghatározó arcát adja a nem általunk nagyon becsült elmúlt Tóth János. Azok a filmek, amelyeket készített rövid filmek, és még Kezdő Balázs Bélás koromban nem voltam, csak Kezdő Balázs Bélás, más nem voltam. Láthattam és módon volt látni olyan filmeket, az Elégiát többek között, vagy a Bácskai Lauró István féle kézetet, amely teljes mértékig a, hogy úgy mondjam, Janónak a keze munkáját viseli magát. És egyszer azt nyilatkozza, hogy ez is a Csala féle interjúban van, hogy a zene vezette őt rá, hogy milyen utat kell járnom. Tulajdonképpen éppen azért, mert hogy nem fontos neki a történet, és a zenének sem igazán van története, hanem más eszközökkel. Mondjuk úgy, hogy a szöveg világából a költészet áll ez a legközelebb. Ez tökéletesen megtalálta ezekben a rövidfilmes idézetekben, és olyan nagyfilmes példákban is, amelyekben azokat a pillanatokat vártam, amikor az ő képei valamilyen módon megjelennek, még a nem is általa operált Szindbádra is ez a jellemző, hogy ugye a legtöbbet emlegetett képsor az, amikor gyöngyözik a húsleves Latinovics tányérjában, ez is tulajdonképpen az ő agyából születik, ez a kép. És ugye éppen a visszanézett Capriccio hozott egy költői párhuzamot, amikor a fagyott jégfelszín alatt a buborékok, a vízbuborékok mozognak. Mondom, mennyire egy húron pendül ennek az embernek az agya azzal, amit én látni szeretek az életben és a filmekben. Úgy valóban, amikor ő a ősfilmeket kezdte érdeklődéssel vizsgálni öreg korában, meg ahogy hívják, rekreálni, akkor az jutott az eszembe, hogy ő tényleg az életet próbálta, azt az életet, amit mi nem veszünk észre a szemünkkel. Gelencsér Gábor azt írja róla, a Magyar Művészeti Akadémiának a honlapján megjelent szövegében, hogy a vágyai, Janó vágyait őt a fehér üres vászon felé vitték. És ez a záró gondolatom, ez nekem azért volt megrázó, mert ha festészeti párhuzamot tudok mondani Tóth Jánosra, akkor Tóth Mennyértet mondanám. Köszönöm a figyelmüket, Isten nyugosztalja! Köszönöm szépen, alelnök úr! A Magyar Filmművészek Szövetsége nevében Zalán Vince Balázs Béla díjas filmkritikus emlékezik kedves halottunkra.
búcsúzó szavait Hegedűs D. Géza Kossuth Díjas színművész tolmácsolásában halljuk. Az Alán Vince búcsúzó szavai, a csodák kinematográfusa. És akkor elküldettem a lakásomba a szalvéta tartóért és néhány szalvétáért, idézte fel Palóznak kerti asztalánál a macskajáték forgatását, Dajka Margit. Ekkor már 6 órája vártunk arra, hogy megkezdődjön a forgatás a Gresham éttermében, de az operatőr még mindig talált valami javítani valót a beállításon, a berendezésen. Amikor az óra újabbat fordult, a zsúfolt és pompázatos teremben már mindenki és minden a helyén volt, csak az egyik asztalról hiányzott egy szalvéta tartó, amely formájának, anyagának, színének leírását tűpontosan megadta, de ilyen senki által sehol sem találtatott. És ekkor hirtelen eszembe jutott, hát hisz, ilyen van nekem otthon. Nem tehettem mást, elküldettem érte. Idézte fel Dajka Margit, Margit néni, ekkor felemelte a tekintetét, a velünk szemben ülő Tóth Jánosra nézett, és akadozva, kissé halkan a következőket mondta. Nála nincs csodálatosabb ember a világon. Feltételezem, hogy az itt egybegyűltek között sokan ismernek hasonló történeteket a legendás Tóth Jánosról, a világ operatőreinek egyik legkiválóbbikáról, akit ma utolsó útjára elkísérni jöttünk. Legendás volt a megjelenése, legendás a magatartása. Ki ne emlékeznék a sárgás, levespecsétes vagy halványbarna kávéfoltosában remek anyagú, olykor fodros kingei, és a szerény, mégis pompázatos, diszkrét mellényei közül kivillanó Mátai keresztre, melyet állandóan visel. Mert soha nem szűnt meg kinematográfusnak lenni. Kissé bulvárosan azt is mondhatnám, hogy Tóth János keresztje egy életen át a Mátai kereszt volt, jól lehet a bulvárnak, fogalma sincs arról, hogy mi is az a Mátai kereszt. Kortársai közül tisztelt, kedvelt is néhányat, Fellinit, talán Bressant, talán Buñuelt, talán még Antonionit is, de igazán jól az ősök, a felfedezők között érezte jól magát, a francia Niépsz, az angol Talbot, vagy az amerikai Edison tekercseinek társaságában, Rino, Maybridge, Miri, Freeze Green, vagy éppen Demény György masinái között, mert maga is filmfelfedező, filmkészítő volt. Értett is ezekhez a masinákhoz, élvezte működésüket, hogy némi bizonytalan remegéssel elénk varázsolták, amit az egyik legjobb filmjének címében is szerepel, a ragyogást. Életünk sok-sok apró, de még sohasem látott momentumát. Az emberi tehetség és a masinák közösen teremtette csodálatát, szemünket gyönyörködtető varázslatát. És ezek a varázslatos képei a magyar filmművészet, nem egyszer a magyar mozgókép művészet csúcsait jelentik, és egyben tehetségének örök érvényű bizonyítékait. Tudta ugyanis, hogy a filmművészetet nem lehet egészen leválasztani a technikáról, éppen ezért óvatosan, mértékkel kell eljárni, hogy a látvány erőszakossága meg ne jelenjen a vászon. Kivételes módon az ő film felvételeiben hiába keresnénk kés vagy pisztoly párvajokat, horrort vagy katasztrófát, robotembereket vagy éppen emberrobotokat. Sohasem dolgozott filmkiméléseknek. A gyártott mozi helyett a megalkotott film érdekelte. Ugyanakkor távol állt tőle az avantgárd gőgje is, vagy éppen a képhalandja. Nem feltaláló volt, hanem kísérletező, aki kísérletezései mindennapi tapasztalataiból építi föl saját nyelvezetének karakterét. Lehetne erre jobb példát említeni, mint a Szerelem című film költői képsorait, amelyekben a stilizáltabb felvételek sora és a mindennapok lapidárisan egyszerű beállításai
oly oldott természetességgel simulnak egymásba, hogy a múlt és a jelen szétválaszthatatlanságára egyszerre lesz valóságos számunkra. Belső világunk és a történelem szétszálaszhatatlan, közös megnyilatkozása. Nem véletlen, hogy a magyar avantgárd, gondolok itt elsősorban Bódi Gáborra, olyan sokat tanult önkéntesen Tóth János munkásságából. Roppant tudása, a kamerák és objektívek gyakorlatban igazolt ismerete, kimeríthetetlen forrás a magyar és nem magyar operatőrök számára. Az öncélúságot lerázta magáról, mint kutya a vizet. Látásunk érdekelte nem csak az, hogy a világ újabb és újabb vizuális arcát mutassa meg nekünk, hanem, hogy mi, embertársai, meg is lássuk, és fedezzük is fel magunknak az újat. Legyen az akár csak három filmkockány, mert mint az emberi szemtan, nem számtan, ismétlen szemtan professzor tudta, hogy három filmkocka, amelyet elménk felfogni képes, megváltoztathatja az egész filmet, akár egész életünket. Ezért ragaszkodott rendületlenül, mondhatni a méhészek nyugalmával, a meggyőződése szerint szükséges legapróbb részletekhez is. Nem mintha ne lettek volna nagyszabású tervei a filmörökségünk megőrzése érdekében, vagy éppen pompázatos elképzelései a film csodáját bemutató és megelevenítő kiállításokra. Nem csak a vágóasztalról ismerte a filmet, tudta szerepét a kultúrában, a világban is. De társakra nem lehet ebbéli törekvésében. Sőt, megismerhette a baráti családságot és a Rudi szavaival sekkrestés járású filmelhárítók hamis bizalmát egyaránt. Puha, posgás arca néha másodpercek alatt oly izzásba került, hogy hinni lehetett még egy pillanat csak világot forgatja ki sarkaiból. De a szeme mindvégig nyugodt és fénylő maradt. Gyermeki szemei volt. Sokszor emlékezetünkben az ő filmképeivel, az ő szemével látjuk sorsunk már-már megszeretett reménytelenségét. De bárhogy is lesz, életművéből mindig nyerhetünk három filmkockányi bíztatást. Drága Janu, nyugodjál békében. Nagyon szépen köszönöm Zalán Vince úr beszédét és művész úr tolmácsolását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, engedjék meg, hogy Tóth János családja nevében köszönetet mondjak mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a gyászszertartást. Talán megengedik, hogy külön megköszönjem Tolna város küldötteinek, hogy megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Tolna Városvédő Egyesületének vezetője és korábbi művelődési házigazgatója elhozta azt a csodálatos emléket is, hogy Tóth János minden esztendőben hazautazott Tolnára, amikor a városból elszármazottakat meghívták. Nagyon fontos volt számára a város, amely tisztelte és szerette őt. Tisztelt gyászolók, kérem csendes imádsággal kövessük utolsó útján kedves halottunkat. A menetet Horváth Zoltán plébános úr vezeti, őt követi az urnát szállító autó, majd a család és a baráti tagok, valamint a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, és minden gyászoló, aki osztozik gyászunkban, és kegyeletét leróni, eljött közénk.
nem az a világtisztelet. Nem az a világtisztelet. Mondom, hogy mellette nem lehet más, Krisztus, te három napon át hírban nyugodtál, ezzel megszenteltett híveit sírjál. Ezért a hanvak mostani eltemetése növeli bennünk a feltámadás reményét is. Add, hogy testvérünk János, akinek hanvait most itt eltemetjük, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássa meg, ha kiélsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Testvérünk a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódott emulandó földi élet idejére. Megváltunk jósága engedje, hogy dicsőséges föltámadásában is részesüljön az utolsó napon. Az Úr lányok szól, örökkön örökké, őt választottam, ott lakom nálam. Ami Urunk Jézus Krisztus keresztjének szent jele, legyen rajtad. E jelben váltott meg téged a megváltó, e jelben van üdvösségünk. János, porból teremtett téged az Isten, és most ismét porrá lettél. De Isten föltámaszt téged az utolsó napon, béke vele. Földből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támasz fel, Uram, s megváltó az idők végén. Krisztus feltámadt a halálból, mint első szülött a holtak közül. Amint Ádámban meghalunk, úgy Krisztusban életre kelünk. Földből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támasz fel, Uram, s megváltó az idők végén. Testvéreim, megváltó Jézusunk tanítása szerint valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe, és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban,
a kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jönnem ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a meghalt hívekért, akik az Úrban hűltek el, hogy bűneiket megbocsáss, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy büntetésüket elenged, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a meghalt híveknek örök nyugatalmat adj, kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk most a családtagokért és mindazokért, akiket a haláleset fájdalommal és szomorúsággal tölt el. Hogy a szomorúakat megvigasztald, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a megtörteket megerősíts, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az elhagyottaknak vigasztalj, kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk most valamennyiünkért, hogy minket szent szolgálatokban megtart és megerősít, kérünk erre a hallgassunk. Hogy szívünk vágyát a mennyország felé irányít, kérünk erre a hallgassunk. Hogy minket a te végétben hazavív, kérünk téged a hallgassunk. Könyörökünk. Mindenható örök Isten, élők és holtak ura, te megkönnyörülsz mindazokon, akikről tudod, hogy hitük és jó cselekedeteik által a fiaid lesznek. Hozzád könyörgünk most mindazokért, akik még a földön élünk, és azokért is, akik már a más világra jutottak. Irgalmatból add meg nekik bűneik bocsánatát, és az örök boldogságot, Krisztus, ami Urunk által. Örök nyugodalmat adj, Uram, neki, örök világosság fényeskedjék neki, hogy szent trónod körül ő udvarolhasson, s téged boldogító örökké állhasson. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki, a föltámadásig nyugodjék békességben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves család, kedves testvéreim, János lelke üdvösségéért, az ő kedves templomában, a Terézvárosi Szent Teréz templomban, október 8-án este 17:30-kor mutatjuk be a szentlőség. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
Köszönöm.